Hallottál már az átverésről, amellyel 24 millió dollárt csaltak ki a Mackie-től? Igen, ez a McMillions átverés. Ebben a videónkban bepillantunk egy olyan történetbe, ami a csalásról, kapzsiságról és olyan bonyolult cselszövésről szól, amely még az Ocean's 8 cselekményét is lekörözi. De ellentétben az HBO sorozattal, a McMillions dokuval, amely inkább drámai fordulatokkal fejti ki a cselekményt, mi most az Egyesült Államokban történt csalássorozat ellentmondásainak a mélyére fogunk hatolni. Most pedig nyúzzuk meg elevenen a McDonald's Monopoly promóciós átverését, és tárjuk fel annak igaz történetét. Megismerjük, hogyan hajtotta végre egy ember az amerikai történelem egyik, talán a legmerészebb csalását. És ez a történet különösen izgalmas, mivel az USA tel is tele van legendás átverésekkel, de ez tuti mindet felülmúlja. Vágjunk is bele! Bemutatom Jerome P. Jacobsont, a McMillions átverés főszereplőjét. Egy volt zsaruból lett bűnözőt, nos, talán azzal a különbséggel, hogy a közvagyon helyett a magánvagyont vette célba karrierje során. Igaz? Csak vicceltem. Ő tehát a főszereplőnk, aki rátalált egy lehetőségre és két kézzel ragadta meg azt. Jerome az 1940-es években született, szerény anyagi körülmények között nőtt fel a középnyugaton. Korai élete átlagos volt, tipikus közép-amerikai neveltetésben részesült a háború utáni Amerika szokásos küzdelmeivel. Nem született sem gazdagnak, sem bűnözőnek. Csak egy átlagos gyereknek tele álmokkal és vágyakkal, amelyek sok máséhoz hasonlóan nem váltak valóra. Jacobson több karrierbe is belekóstolt, végül a bűnüldözésben találta meg az útját. Egy ideig rendőrként szolgált, de az élet az utcán korán sem volt olyan vonzó, mint ami ennek látszott. Miután egészségügyi problémái miatt távoznia kellett a rendőrségtől, a magánbiztonsági szférában helyezkedett el, ami teljesen megváltoztatta az életét. És sok más ember életét is. Az 1980-as évek elején Jacobson a Simon Marketingnél kapott munkát, egy olyan cégnél, amelyet a McDonald's szerződtetett a promóciós játékok, köztük a rendkívül népszerű Monopoly játék felügyeletére. Jacobson itt találta meg az igazi hivatását. A biztonsági területen szerzett tapasztalataival és a promóciós játékrendszerek belső működésének ismeretével tökéletes helyzetben volt ahhoz, hogy kihasználja a rendszert. És ezt meg is tette. A McDonald's először 1987-ben indította el Monopoly játékát az Egyesült Államokban. A promóció célja az volt, hogy az emberek úgy álljanak sorba a zsíros hamburgerekért és a sós sült krumpliért, mintha nem lenne holnap. A képlet egyszerű volt: vegyél egy kaját, húzz egy játékfigurát, és ingyen üdítőt, nyaralást vagy akár 1 millió dollárt is nyerhetsz. Végül a promóció egy baromi nagy popkulturális jelenséggé vált, olyan volt, mint egy reménysugár a gyorsétterem fanatikusok számára, hogy talán egy nap nem is kell gyors kaját enniük, mert dús gazdagok lesznek. De azt senki sem tudta, hogy az ikonikus aranyívek mögött valami szörnyű dolog bujkál, olyan, mint a romlott sült krumpli, amit egy gyerek felejtett a McDonald's játszótéren. Ó, várjunk csak, az a krumpli meg sem tud romlani, de térjünk vissza a témánkhoz. A Simon Marketing volt az a cég, amelyet a McDonald's megbízott az aranyat érő kuponok nyomtatásával és terjesztésével. Ennek a műveletnek a középpontjában állt emberünk Jerome Jerry bácsi Jacobson, akinek az volt a feladata, hogy biztosítsa, hogy minden rendben menjen, de mint mindannyian tudjuk, neki más tervei voltak. Jacobson elképzelése kezdetben nem egy nagyszabású rablás volt. Csupán a diadalízét szerette volna megízlelni. Amikor először ellopott egy győztes játékfigurát, azt a bátyjának tovább passzolta. A rendszer még csak meg se nyekkent. Jacobson ekkor érett rá, hogy ezt a csalást egy teljesen új szintre emelheti. Idővel kieszelt egy alattomos tervet, amely ahhoz hasonlított, mintha egy játékért fizetnél, ami tulajdonképpen nem is a tiéd. De persze ezt teljesen legálisan. A nyerő darabokat a nyomdába tett kirándulásai során hamisakra cserélte, a valódiakat pedig erre a célra készített mellényébe rejtette. Miután a nyertes darabokat biztonságban tudta, elkezdte kiépíteni a saját nyerteseinek hálózatát, és az együttműködésükért cserébe felajánlotta nekik a zsákmány egy részét. Jerry bácsi gépezete beindult, ami csak a kezdetét jelentette a még nagyobb dobásnak. Ahogy az átverés egyre nagyobb léptékű lett, úgy nőttek Jacobson ambíciói is. Tudta, hogy egyedül nem tudja a rendszert működtetni, szüksége volt egy csapatra, olyan emberekre, akikben megbízhat, vagy legalábbis akiket irányíthat. Először barátait és családtagjait vonta be az üzletbe, de hamarosan kiterjesztette a műveletet, mint egy multilevel marketing üzletet. Dwight Baker egy mormon ingatlanfejlesztő, és A.G. Glomb egy dörzsölt marketinges, akinek kapcsolatai olyan kétesek voltak, mint egy nigériai hercegtől kapott e-mail, kulcsszereplőkké váltak.
Ezek a fickók nem csak részt vettek az átverésben, másokat is toboroztak, és a nyereményeket szétosztották, hogy ne legyen túl forró a talaj a lábuk alatt. Ahogy a mondás tartja, ne tegyél fel mindent egy lapra. De még egy ilyen mesteri tervnek is megvannak a maga kockázatai. Jacobsonnek egyre több emberre volt szüksége, hogy fent tudja tartani a színjátékot, és ekkora dolgok egy maffia filmből ismert fordulatot vettek. A 90-es évek közepén belépett a Colombo klán, az igazi maffiózó család, akik a régi módi La Cosa Nostra szicíliai-amerikai módon keresték a pénzt. A Colombók segítették az ellopott játékfigurák tisztára mosását társaik segítségével, biztosítva, hogy a gyanú elkerülése érdekében a nyertesek földrajzilag szétszóródva legyenek. Az ő segítségükkel a csalás több millió dolláros vállalkozássá nőtte ki magát. Az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor Jerry Colombo, a hírhedt Colombo család tagja, parádésan megjelent az országos televízióban azért, hogy átvegye az 1 millió dolláros nyereményét. Ez volt a tökéletes álca. Ki gyanúsítana egy gengszert azzal, hogy részt vesz egy átverésben? Ó, várjunk csak, manapság mindenki! De nem akkoriban. A közönség bevette a színjátékot, és senki sem sejtette, hogy Jerry bácsi és a Colombók becsapják őket, és helyettük ők kebelezik be a McDonald's promóciójának nyereményét. Annak ellenére, hogy Jacobson nyakig benne volt a piszkos ügyekben, megpróbált magát egyfajta Robin Hoodnak beállítani. Egy bizarr csavarral, vagy talán csak azért, hogy a szövetségiek ne bukkanjanak a nyomára, 1995-ben névtelenül felajánlott egy 1 millió dollárt érő játékot a St. Jude gyermekkutató kórháznak. Ez persze lopott pénz volt, de legalább a beteg gyerekek kaptak egy kis reménysugárt, nem igaz? Jacobson úgy vélte, hogy ezzel a jótékonysági cselekedettel kiegyenlítette a mérleget. Vigyázat, spoiler, sajnos nem így történt. Jacobson szemfényvesztése több mint egy évtizeden át maradt észrevétlen. A McDonald's továbbra is nagy tételben gyártotta a játékfigurákat, anélkül, hogy sejtették volna, hogy az imádott Monopoly játékukat úgy manipulálták, mint egy hamis kártyás a paklikat. De mint minden jó dolog, vagy ebben az esetben rossz dolog, ez sem tartott örökké. Elég volt egy névtelen bejelentés ahhoz, hogy a kártyavár összedőljön. 2000-ben az FBI kapott egy fürest, hogy gyanús dolgok történnek a McDonald's Monopoly promóciója körül. Doug Matthews különleges ügynök még csak újonc volt, amikor a hívást kapta, amelyben a telefonáló azt javasolta, hogy vizsgálják meg, hogy lehet az, hogy az összes nyertes olasz fickó ugyanarról a New Yorki környékről származik. Matthews komolyan vette a bejelentést, és tapasztalatlansága ellenére utána járt az ügynek. Felismerve a helyzet potenciális súlyosságát, segítségül hívta mentorát, Richard Dent különleges ügynököt, aki több éves tapasztalattal rendelkezett. Az FBI úgy döntött, hogy a dolog mélyére ás, mert valami bűzlött az ügy körül. Nem kellett sok idő, hogy összekapcsolják a szálakat. A nyomozás, amelynek kódneve Végső Válasz Hadművelet, mert persze, hogy a végső választ keresték, megkezdődött. Az FBI nem sokat teketóriázott. Szövetkezett a McDonald's-szal, hogy csapdát állítsanak fel. Produkciós stábnak adták ki magukat, és kamerák előtt interjúvolták az úgynevezett nyerteseket, így rávéve őket, hogy észrevétlenül árulják el a titkukat. Eközben lehallgatták a telefonokat, nyomkövették a kapcsolatokat, úgy közeledve Jacobson hálózatához, mint egy farkasfalka a prédájához. Az íre a pont 2001. augusztusában került fel, amikor az FBI lecsapott és letartóztatta Jacobsont több bűntársával együtt. A letartóztatás nagy hírverést kapott, mindössze egy napig. Ismerjük az amerikai médiát. Aztán 2001. szeptember 11-én a világ örökre megváltozott, amikor megtörtént 9-11, és Jacobson hatalmas csalása teljesen feledésbe merült, eltemette az amerikai történelem egyik legsötétebb napja. Úgy látszik, a sugárhajtóművek felégették a közvélemény érdeklődését is az ügy iránt. A McMillions átverés rengeteg problémát felvetett. A McDonald'snak, meginogva a csalástól, komoly kármentesítést kellett végrehajtania. A pénzügyi veszteség mellett a hírnevükre mért csapás is olyan súlyos volt, mint egy 10 tonnás teherautóval való ütközés. A fogyasztók becsapva érezték magukat, és a McDonald's ikonikus arany éveibe vetett bizalom megrendült. A McDonald's 1-2-re elhatárolódott a Simon Marketingtől, és gyorsabban kirúgta a céget, mint ahogy egy túlhajszolt és alulfizetett pénztáros azt kérdezné tőled, kérsz hozzá sült krumplit? Kiterjedt belső vizsgálatot indítottak, hogy garantálják, hogy többé nem fordul elő hasonló eset. A McDonald's több mint egy évtizeden át nem vett észre csalást, mert az egész folyamat simább volt, mint Lugosi Béla zsíros haja a Drakulában. A vállalat minden bizalmát a Simon Marketingbe vetette, azt hitték, hogy a cég a játékot az elejétől a végéig kézben tartja. Jerome Jacobson, akinek a nyertes szelvények felügyelete lett volna a feladata, bűnüldözési tapasztalatával egyenesen teli találatnak tűnt. A Mackie pedig azzal volt elfoglalva, hogy a pénzben lubickoljon, mivel felkapott lett vásárlói jóvoltából.
Amíg a nyertesek jelentkeztek a nyereményükért, addig nem foglalkoztak azzal, hogy túl mélyre ássanak. Túlságosan lefoglalta őket, hogy számolgassák a tudatlan vásárlókon nyert hatalmas profitjukat. A Simon Marketing ezzel szemben teljesen felsült. A McDonald's szerződésszegés miatt pert indított ellene, és ezzel együtt elvesztették legnagyobb ügyfelüket. McDonald's nélkül olyan volt, mint egy repülőgép üzemanyag nélkül, és nem kellett sok idő a zuhanáshoz. Rövidesen Jerry bácsi kapzsiságának áldozatává váltak. Jerry Colombo sorsa nem sokkal a televíziós szereplése után sötét fordulatot vett. 1998-ban autóbalesetben meghalt, még mielőtt a teljes csalásra fény derült volna. A Colombo család többi tagja eközben reflektorfénybe került. Az átverésben való részvételük tovább bővítette az amúgy is kiterjedt bűnlajstromukat. Ezúttal a fehér galléros bűnözésük sem maradt észrevétlen. A bűnüldöző szervek rájuk szálltak, bár sokan, akik részt vettek a csalásban, megúszták enyhe büntetéssel. De mire a McMillions csalás napvilágra került, a család már megingott a saját belső harcai és a szövetségiek könyörtelen nyomása miatt. A Colombo család bukása az 1990-es évek elején kezdődött, belső viszály következtében. A megbízott ügyvezető, Victor Orena, és a bebörtönzött hivatalos vezető, Carmine a kígyó Persico közötti brutális hatalmi harc kegyetlen maffia háborút eredményezett, amely során New York utcái vérbe borultak. Ez a családon belüli háború a bűnüldöző szervek figyelmét is felkeltette, így a Colombók könnyű célponttá váltak. Az FBI lecsapott, amely következtében letartóztatások, ítéletek és vádalkuk sorozata tizedelte meg soraikat. Jacobsont 37 hónap börtönbüntetésre ítélték, és 12,5 millió dollár visszafizetésére kötelezték. Ő volt az egyetlen a hálózatból, aki egy évnél többet töltött rács mögött. 2005-ben szabadult, azóta csendes életet él Georgiában, bár egészségi állapota a hírnevével együtt leromlott. Az a férfi, aki egykor 24 millió dolláros csalás főszervezője volt, ma ismeretlenül él, távol attól a fényűző élettől, amit valaha elképzelt. A McMillions átverés ékes példája annak, amikor az emberek rossz útra térve próbálják elérni az amerikai álmot. Nos, a helyes útért kövessük JP Morgant! Csak vicceltem. Bár az HBO sorozat kissé vontatott formában mutatta be ezt a történetet, a valós események sokkal érdekesebbek. A történet emlékeztet arra, hogy bármennyire is bolond biztosnak tűnik egy terv, mindig van egy rés a pajzson, ami azt megdöntheti. Jerry bácsinak a kapzsiság lett a veszte. Ez a sztori megmutatja, hogyan fajulhat egy kis stílű bűncselekmény nagyszabású csalássá. Jerome Jacobson felismerte a pénzszerzés lehetőséget és megragadta az alkalmat, megszervezve az amerikai történelem egyik leghírhedtebb fehér galléros bűntényét. Persze ez apró pénz az Egyesült Államokat megrengető legendás, nagyszabású csalásokhoz képest, de azért minden elismerés megilleti, hogy ezt a megtévesztést lenyűgöző módon 12 teljes éven át sikerült fenntartani. A McMillion átverést követően nem csak egy csalókból álló hálózat lepleződött le, hanem feltárultak a McDonald's és partnerei promóciós kampányainak komoly hiányosságai is. Ez a vakbizalom és a nyereségvágy veszélyes kombinációja volt. A McDonald's monopoli promóciója tulajdonképpen egy fejős tehén volt. Az azonnali meggazdagodás lehetősége miatt az emberek egyre több gyors kaját vásároltak, és a McDonald's profitja több lett, mint Snoop Doggy egy afterpartyért. Ezt a lusta kapzsiságtól vezérelt elvakultságot használta ki Jacobson, mivel pontosan tudta, hogy a Mackit jobban érdekli a pénz, mint az, hogy a nyereményt a jogos nyertesek kapják meg. Az aranyívek rendkívül elfoglaltak voltak a pénzük számolgatásával ahhoz, hogy észrevegyék az orruk előtt zajló megtévesztést. Szóval, amikor legközelebb beleharpsz egy finom, zsíros, szaftos Mackie hamburgerbe, emlékezz Jerome P. Jacobson és a McMillions átverés történetére. Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy a történelem egyik legkifinomultabb csalása hogyan történt észrevétlenül a szemük előtt, egy ember kapzsisága és egy olyan vállalat által táplálva, amely inkább a profitra koncentrált, mintsem, hogy észrevegye a malőrt. Szerinted az ilyen feltűnő promóciókat futtató cégeket felelősségre kellene vonni, hogy a nyeremények valóban a legális nyertesek kezébe kerüljenek, vagy ez is csak egy újabb példa arra, hogy a profit mindig fontosabb, mint a tisztesség?